kevés olyan megbízható franchise van, mint a Far Cry sorozat, aminek 2-4 évente egészen biztosan érkezik egy számozott folytatása, sőt, néha olyan kikacsintásokkal is, mint a poénnak szánt Blood Dragon vagy a számozatlan Primal. Ezzel együtt lelkesek voltunk, amikor tavaly kiderült, hogy jön a Far Cry 5. Majd az eredeti megjelenés csúszott egy hónapot, de eljött az idő, hogy szétvágjunk a sorok között, ezúttal a fiktív montanai Hope megyében. A sztori annyi, hogy a játékbeli Hope megyében igencsak elburjánzott a helyi szekta, akik lényegében enstandolták az egész területet. A vallási tévolyban lubickoló lakosság nem kifejezetten toleráns az eltérő nézetekkel szemben, úgyhogy a body count az egekben van. A helyi rendőrség nagy naivan úgy gondolja, hogy a szekta vezért Joseph Seedet simán le lehet tartóztatni a megye közepén, ám gyorsan rájönnek, hogy azért ehhez a híreknek is lesz pár keresetlen szavuk. A sztori innen kezdődik és oda fog kifutni, ahova az összes Far Cry játék, hogy helyre kéne állítani a játéktérképen az ideális állapotokat, esetünkben a Seed befolyás megszüntetésével. Ez szám szerint három szomszédos régió felszabadítását fogja jelenteni, ami három testvér kezén van. Rajtuk keresztül vezet az út Josephhez. And those responsible for his death will be punished. I promise you that. A Far Cry 5 körítése bár megváltozott, ám továbbra is az őrület témakörébe helyezi magát. A harmadik és negyedik rész háborodott hadvezére után itt a vallási tévoly kapja a főszerepet. Mi pedig szokás szerint egy zöld fülűt alakítunk, akinek fel kell találnia magát ebben az ellenséges nyílt világú környezetben. Nagyon tetszett a vallási vonal és annak fenyegető ábrázolása. Bátor húzás volt a Ubisofttól, hogy belemertek folyni ebbe a témába, mert azért ez sokkal aktuálisabb kérdéskör, mint egy elborult karib-tengeri hadúragymenése. Ettől eltekintve a Far Cry 5 hamisítatlan Far Cry élmény. X számú őrhelyet kell felszabadítanunk régiónként, lehetőség szerint észrevétlenül és riadóztatás nélkül, utóbbi még akkor is szavatolható, ha mégis kiszúrnának, csak időben kell hatástalanítani a riasztókat, amiből lehet az adott bázison egy, kettő vagy akár három is. Használhatunk szárazföldi, vízi és légijárműveket, illetve beránthatunk különböző küldetések során kioldott AI vezérelt partnereket. Van, aki például légitámogatást tud nyújtani nekünk, van, aki a lángszórójával bánik ijesztően jól, de akad mesterlövész is, akinek a fegyvere bár hangos, de ki tudunk oldani egy íjászlányt is, aki hang nélkül iktatja ki a célpontokat. Egyébként meg akár haverjaink is beugorhatnak co-op partnernek, erről majd később. A felszabadított őrhelyeket társaink egy diadalittas cutscene keretein belül birtokba veszik, és onnantól lehetőségünk van fegyvereket, autókat és repülőt venni, hogy folytassuk Hope megye felszabadítását. A világban sok a hibbant szektás, akiket két részre lehet csoportosítani. Vannak az állig felfegyverzett félkegyelmű idióták, illetve a Bliss nevű anyaggal bezsongított habzószájú idegbetegek. A különbség köztük elég látványos, a közös azonban, hogy mindkettőnek elég egy headshot, és már mehetnek is gyónni az égi ima fülkébe. Ami viszont komoly változás az eddigi Far Cry játékokhoz képest, hogy eszement sok a loot. Az egyes házakban összeszedhető holmi sem kevés, de akadnak olyan föld alatti óvóhelyek is, ahol aztán tényleg elképesztő mennyiségben akad Della, lőszer, mellény, fegyver, valamint minden bunkerben van 3-3 skillpont is, amik perkekre válthatóak be. Ezek a perkek lehetnek a hangtalan futás, gyorsabb bütykölés, például a riasztók hatástalanítása, gyorsabban felgyógyuló partnerek, a siklórepülés kioldása, gyorsabb tárazás, stb. A játék alapvetően jól néz ki, és csak meglepőbb a látvány, ha jobban szemügyre vesszük a részleteket. Mi az Xbox One X verziót próbáltuk ki, és a 1080p felvételen ugyan nem látszik, de One X-en egyébként gond nélkül fut natív 4K-ban, csak ezt sem a Microsoft, sem a Ubisoft nem kommunikálja, a Digital Foundry méréseiből terült ki. Minden textúra és objektum tűéles, sehol sem recéződnek az élek, szélek, gyönyörűek a házak, a tereptárgyak, a pályarészletek, szóval akinek van egy 4K TV-je, konzol esetén mindenképpen az Xbox One X verziót tudom ajánlani belőle. Az más kérdés, hogy ezt a teljesítményt úgy írja el a rendszer, hogy az orrunk előtt dobál be objektumokat, vagy változtatja akár még a terepadottságokat is, ami nem azt mondom, hogy tönkrevágja az élményt, de hajlamos kizökkenteni a hangulatból. Ezen kívül ki kell emelnem a játék zenei részét, ami kiemelkedően jól sikerült, főleg a vallási tételek. A hipnotikus pátososságuk ellenére is van bennük valami fenyegető, nem evilági és könnyen elképzelhető, pusztán én nem mozgok kellően otthonosan a zsoltárok világában, viszont amennyiben ezek a dalok kifejezetten a játékhoz készültek, úgy őszinte elismerésem a szerző felé. És akkor ennél a pontnál rá is térnék arra, hogy mindezek ellenére miért nem tetszett a Far Cry 5. És nem szeretnék az OV-ból káromkodó csatornát csinálni, nem ez a cél, most sem ez a cél, a jövőben sem lesz, de erre a játékra nincs jobb szó, mint hogy kibaszottul könnyű lett.
Hart fokozaton játszva is már azzal szivattam magam, hogy nem vettem fel a kioldható fegyvereket, mert a kispisztollyal és a nyillal legalább valamennyi mérsékelt kihívást nyújtott. Kész röhely, hogy a nehézségi szintek közti különbség mindössze annyi, hogy kevesebb lövést bírunk ki, viszont az AI nem fog gyorsabban észrevenni, nem fognak jobban helyezkedni, nem kapunk több ellenfelet, nem látnak messzebbre, és úgy általában semmire nincs kihatással. És akkor ezt tudjuk megbolondítani az AI vezérelt haverjainkkal, akikkel a bázis felszabadítás lényegében egy távirányítós autó szintjére süllyed, ahol felveszem magam a kakasülőre, kijelölöm a rossz fiúkat, és megsúgom embereimnek, kiket és milyen sorrendben nyírjanak ki. Kizárólag akkor haltam meg a játékban, amikor már annyira untam a banánt, hogy berongyoltam a bázis kellős közepébe homokfutóval, de még akkor sem biztos, hogy kis körültekintéssel nem gyűrtem volna le mindenkit. És még ezt is lehet inflálni, ha kópozunk. Egyúttal szeretnék gratulálni a Ubisoftnak, hogy a generáció idusán sikerült összehozni a legbénább co-op játékot. Üvölt a Far Cry 5-ről, hogy single player játéknak készült, és a co-opot csak utólag préselték bele, mert valakinek eszébe jutott, hogy az hiányzik. Egyfelől kilóg a szinopszisból, mert ki az Isten a co-op partnerünk, amikor a sztori szerint hősünk végig egyedül van. Másfelől annyira bénák az ellenfelek, hogy a valóságban ezek idővel saját magukat lőnék agyon, szóval nincs sok sportértéke annak, hogy visszaveszük tőlük ezeket a bázispontokat. Az meg már csak suszpoén, hogy a co-opban akár hatan is nekivághatunk a bázis foglalásnak, ami azt jelenti, hogy gyakran többen leszünk, mint a bázison, amit be kell vennünk. Szóval innen gratulálnék a Ubisoftnak, hogy ilyen faszán összelapátolták ezt a co-op módot. Tényleg, bravo gyerekek, ezt így kell csinálni. Arról nem is beszélve, hogy a co-opban olyan hibák jönnek elő, mint az aszfaltba süllyedő katona vagy a helikopter, aminek nem csak a célkeresztje tűnik el, de a lövedék is valahogy lemaradt az animációról. És ne felejtsük ki azt sem, hogy a Far Cry 5-öt nem lehet csak úgy párban játszani, mert a játékban elért eredményeket csak a hostnak jegyzi a játék, a többieknek nem. Ők, ha akarnak achievementet vagy bármit is haladni a játékban, akkor hajrá single player! A co-oppal ezt el lehet felejteni. És ez nem valami glitch, erre figyelmeztet a játék jó előre, ha erre készülnénk. Ismételten, gratulálok ehhez a rendhagyó koncepcióhoz, kedves Ubisoft! Nagyon ügyesek voltatok, újfent! Tényleg nem értem, a AAA ipar arra gyúr, hogy lassan az ANTS vizsgálja a játékaikat? Mert a mostani generáció tanúsága alapján, ha ez a cél, akkor eddig jó úton haladnak. Egy nagyobb újítás az arcade mód, ami tulajdonképpen egy közösségi pályaszerkesztő, ami felkerül a szerverre, és különböző feladatokat adhatunk meg rajta. Őrposzt felszabadítása, mindenki megölése, elérni egy adott pontot, stb. Akár sikerrel járunk, akár nem, a haladás mértékében kapunk valamennyi szintlépést, de érdemi jutalom, azaz pénz és skill pont csak akkor jár, ha teljesítjük a missziót. Amúgy az arcade mód elég rosszul áll az alapjátéknak, mert elég szembetűnően jobb pályákat dobtak össze a játékosok, mint effektív a fejlesztők. Például mennyivel nagyobb kihívás egy őrposzt felszabadítása úgy, ha riasztó tornyok mondjuk a tó átellenes pontjaim vannak, de oda tényleg kéne a co-op összjáték. Más gond igazából nincs a Far Cry 5-tel. Az AI hülye, mint a föld, de igazából már ezen sem lepődöm meg egy jó ideje. Ha az ellenség soraiból észre is veszik egymás hulláját és elkezdenek utánam szaglászni, a teremszéli küszöbön például át nem lépnének a világ pénzéért sem. Ha az erdőben elfutok mellettük is, olyan kómásan fordulnak utána, mintha minimum kampányszórólapot osztogatnék. Máskor pedig olyan vidáman kiszúrnak 50-60 méter magasból egy repülőből, amint egy autó volánjánál üldögélek, ahogyan még anyámnak sem sikerülne. De egyébként hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szórakoztató játék a Far Cry 5. Helyenként még saját magán is tud nevetni, mint például a játék elején a rádiótornyok átkapcsolásánál, amikor a vén ember mondja, hogy ne aggódjunk, nem lesz ezekből sok. Jó pofa. Meg sok a mellékküldetés, sok az akció és rengeteg a loot. A kérdés az, hogy miért? Ha játék a legmagasabb nehézségi fokozaton is csak akkor jelent kihívást, ha az ember kiprovokálja azt magának, például békaüketésben ugrál az ellenség elé, akkor vagyunk nagyjából kvittek, akkor az egy jó játék. Én úgy gondolom, hogy a Far Cry 5 minden látványos pozitívuma ellenére is azt mutatja, hogy ez a formátum kezd kifulladni. Az, hogy ezt a vallásos körítést kitalálták hozzá, piros pont, tetszik. Jó az amerikai helyszín, jók a zenék, de az egész tök mindegy, ha ugyanazt csinálom, mint a negyedik részben, ami ugyanaz volt, mint a harmadikban. Persze, ami akkor működött, most is működik, de érdekes, hogy amint több lesz a Far Cry, valahogy mindig veszít magából valamit. Ezt nem figyeltétek meg? Most például ez a co-op túlsúly egyszerűen elkezdte folytogatni az alapjátékot. Folyamatosan érezni, hogy a játékban többet képzeltek egy single player kampánynál, de igazából éppen a co-op mutatja meg a Far Cry 5 mindent átjáró hiányosságait. Akinek kimaradt az előző két számozott epizód, azoknak is inkább azt javasolnám, hogy azokkal fussanak egy kört, mert ebben még annyi kihívás sincs, mint az Xbox bekapcsolásában. Ha tetszett a videó, szeretettel fogadjuk a lájkokat, osszátok lelkesen a videót, kövessetek minket Facebookon, és ha tetszik a munkásságunk, Patreonon tudtok támogatni minket. Sziasztok!